Pásztor Anna lenyűgözte Tolnai közönségét a Bárka Fesztiválon. A többszörös fonogramdíjas magyar énekes, előadó művész, színész, táncművész, dalszövegíró és zeneszerző New York egy neves táncintézetében, Magyarországon pedig Gór Nagy Mária színitanodában tanult. Majd Lenny Kravitz előzenekaraként zenélt. Testvérével, Pásztor Sámuellel 17 évvel ezelőtt alapították az Anna de Barbis formációt. Az idei nyarunk az most szinte úgy néz ki, mintha minden rendben lenne, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és ebben dúskálunk. Az elmúlt másfél év az olyan felemás volt. Igazából én sok részét élveztem is, tehát otthon voltam a stúdiómban, egy csomót tudtam dolgozni, készülöttünk egy következő albumra, amit majd ősszel fogunk befejezni, úgyhogy voltak ilyen háttérmunkálatok, néha-néha próbáltunk is, úgyhogy ezzel telt az időnk leginkább. Van egy elég jó nagy repertoárja szerencsére a zenekarnak, most már 17 évesek vagyunk, úgyhogy mindig, mikor megérkezünk, akkor próbáljuk így érzékelni a helyet, hogy vajon mi működhet itt, és akkor az alapján állítjuk össze a műsort, úgyhogy egy ilyen, próbáljuk a legismertebb dalainkat, meg azt, amiket most éppen fontos tekintünk magunk számára, és azokat előadni. Én 2018 óta vagyok a csapat tagja. Előttem Bubnó Marci volt, aki 11 éven keresztül dobolt, őt váltottam. A beilleszkedés az elég könnyen ment, mert én már ismertem egyébként a zenekart személyesen. Előtte volt egy másik zenekarom, a Babel zenekar, amivel rengeteget turnéztunk együtt az Anna de Barbisszal, egy közös színpadon játszottunk egymás előtt és után, és így az ismeretség kialakult. Aztán amikor náluk volt ez a dobos kérdés, akkor én is eszükbe jutottam, úgyhogy engem is meghallgattak, és végül is a döntés is rám jutott. Hát van egy ilyen beskatujázás, hogy a magyar alter zenekarok közé tartozunk, ami részben úgy gondolom, hogy igaz, de azért azt is el lehet mondani a zenekarról, hogy elég populáris a zenéje. Szóval az alternatív zene általában valamilyen elvont dolog szokott lenni, és mondjuk egy alternatív underground zenekar az nem is játszik nagyon nagy színpadokon, hanem kisebb, alulról jövő dolgokat mozgat meg, de ez most már úgy gondolom, hogy azért innen kinőtte magát az évek alatt, és inkább egy pop-rock produkciónak nevezném, mint egy alternatív rock zenekarnak. De te meg én, hogy kupasztunk csendben a lét, de remény, lábad kóbába, semmi ágán. Nagy tömeget vonzott a koncert a Tolnai Parkba. Pásztor Anna jól érezte magát a közönség soraiban is. Számtalanszor lent énekelt közöttük és beszélgetett is velük. Én személy szerint Budaörsről érkeztem. Körülbelül 9 éve járok az együttesnek a koncertjeire. Az ország lehető legtöbb pontjára, ahogy az időm engedi, elmegyek. Többet magammal természetesen. Tolna megyében én rendszeresen járok ilyen családi kötöttségek okán. Koncerten szerintem most vagyok itt először, de az útvonal, amin jöttünk, az csodálatos, nem ismeretlen számomra. Eddig, amit láttam így a rendezvényről, az nagyon-nagyon szimpatikus. Én nagyon-nagyon szeretem, kedvelem a vidéki helyszíneket, úgyhogy nagyon-nagyon fantasztikusnak ígérkezik ez az este is. Debrecenből érkeztem, tehát egészen messziről. Én is rokonokhoz jöttem, és még nem voltam egyébként ezen a Bárka Fesztiválon. Nem is igazán ismerem Annát, viszont én a Dancing with the Stars-ba láttam táncolni, és nekem ott egy olyan jó karakter volt. Annyira megszerettem, hogy a végén már csak neki szurkoltam, hogy ő nyerjen, hát sajnálom, hogy nem neki sikerült. A számait nagyon egyébként nem ismerem, de anyáék szeretik, és hát én is most azért vagyok itt, hogy megismerjem, megszeressem.